kormány minél több akkuipari beruházást szeretne Magyarországra, ezért azok bárhova épülhetnek és minden engedélyt könnyen megkapnak. A helyi lakosok csak a sajtóból értesülnek a házuk közelében épülő környezetszennyező gyárakról, de hiába tiltakoznak ellenük. Vannak már működő üzemek és vannak tervezés alatt állók is, akkugyárak, beszállítók és feldolgozók is. Az üzemek gyakorlatilag minden előírást megsértenek, de a magyar hatóságoktól csupán csekély pénzbüntetéseket kapnak, s működnek tovább ugyanúgy. A kormánytól milliárdos állami támogatásokat, adókedvezményeket, utakat és közműveket kapnak ajándékba, pedig Magyarországnak nem sok haszna van belőlük. A gyárakban többnyire külföldi vendégmunkások dolgoznak, a főként ázsiai tulajdonosok pedig kiviszik a hasznot hazánkból. Csak a gyártás során használt mérgező vegyszereket és a selejtes, veszélyes melléktermékeket hagyják itt nekünk.